Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumából a következő ige szakasszal. Vajon Isten nem szolgálta te igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja -e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. Az elmúlt időszakban az imádság különösen nagy hangsúlyt kapott az életünkben. A csendes sóhajtól kezdve az önzőn kérlelőn, sőt kétségbe esetten követelőn keresztül a hangosan kimondott szavakig. Nehézség és hála, tehetetlen szomorúság, féltő szeretet és megnyugvást adó békesség egyaránt Isten fe felé irányította a figyelmünket az imádság eszközével. Az, hogy milyen élethelyzetben és hogyan imádkozik az ember, az sok mindent elárul róla. Hogyha valaki tudatosan figyel az imádságaira, az kiváló önismeretre tehet szert. Persze nehéz ezt megtenni, mivel legtöbbször pont olyan emóciális szempontból túláradó ö, lelkületben szoktuk összekulcsolni a kezünket, amikor kevésbé tudunk tudatosan önmagunkra figyelni. Visszatekintve azonban érdemes a viselkedésünket megvizsgálni, mert hitünk tükre is az imádságunk. Az imádság az Isten előtti őszinte megállás, sokszor nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos része a lelki, de akár a testi egészségünknek is. Legyen az a, ez a megállás akár zaklatott, akár békés, vagy örömteli, minden esetben biztos, hogy nagyon sokat segít. És mindez igaza. Közösségi szinten is. Az imádság ajándékával élni és gyakorolni a gyülekezetünkért napról napra kifejezi az elköteleződésünket a közösség iránt, szeretetünket a másik ember felé. A gyülekezet imátsága összeköti a Krisztushoz tartozásban a tagjait, mint egy láthatatlan kézzel. Nem megfogható hálózat, amely mégis olyan kötelék, amely erősen tartja azt, aki ebbe belekapaszkodik. Jézus egy meglehetősen furcsa példázatban mondja el a tanítványainak, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Hiszen, ha ez a, az általa említett hamis bíró is teljesíti a hozzáérkező kitartó kéréseket, akkor hogy ne figyelne a mi szavunkra is a meghallgató Isten. Amen.